Bár a naptár szerint, és ezt a saját bőrünkön is tapasztaljuk, most kezdődik csak a tél. A Magyar Labdarúgó Szövetség kiírása szerint vasárnap már tavasz lesz. Ugyanis a szezon második feléből két fordulót még ebben a naptári évben rendeznek meg. A dorogi mérkőzést egyáltalán nem rózsás helyzetben, illetve helyzetből várja a szolnoki csapat, amely nem is olyan régen még stabil dobogós volt, legutóbbi három mérkőzését azonban elveszítette és visszaesett a nyolcadik helyre. Magában a helyzet nem jó, abszolút, de érzik a srácok, hogy nincs rendben ez a sorozat. Minden pontra szükségünk lesz. A folytatáshoz mindenképpen az, hogy egy nyugodt tavaszunk legyen. Fel kell menni a kesztyűt, nagyon kellemetlen ellenféle fogunk szembe találkozni. Egy nagyon agresszív, sokat futó csapatról van szó, úgyhogy azon fog Előn a mérkőzés, hogy ki fog jobban a pár kijönni, ki fog jobban brusztolni. Ugye az itt az időjárást is figyelembe kell venni, hogy milyen minőség lesz a pályatalaja, tehát ez is meghatározza azt, hogy egyáltalán milyen játék fog kialakulni. De egy biztos, ha nem veszünk fel a kesztyűt, akkor nem sok bér fog teremni, de én nagyon bízom benne, hogy a srácok átérzik azt, hogy most igenis, kettőzött erővel kell oda tenni magukat. A MÁV legutóbbi öt mérkőzése igen gyászos képet mutat, négy vereség, egy győzelem. Ennél gyengébb aktuális formát az MB2-20 csapata közül csak a soroksár tud felmutatni, már amennyiben fel akarja mutatni. A 12. helyen álló Dorog csak egy meccset vesztett el legutóbbi öt találkozójából, kétszer nyert és kétszer játszott döntetlent. Mindenféleképpen nyerni szeretnénk ezen a két mérkőzésen, de most a dolog az első, Muszáj nyernünk, én úgy gondolom, erre készülünk minden nap, és igazából ponttal kell hazajönni, vagy pontokkal. A bajnokság nyitó mérkőzésén még július 30-án 2-2-t játszottak két csapat a Tiszaligeti stadionban úgy, hogy a Máv már 2-0-ra vezetett, a Dorogiak pedig a 91. percben 11-esből egyenlítettek. A Buzánszki Jenő stadionban vasárnap 13 órakor kezdődő mérkőzést reményeink szerint hétfőn 18 órától nézhetik meg az Olaj Tv-n.